A számok önmagukért beszélnek, fogalmazott Dene Tibor, a Cox elnöke. Szinte minden hétvégére jutott egy-egy olyan rendezvény az idei szezon során, amikor a kanizsai csapat népszerűsíteni tudta az oldtimer kerékpárokat és azt az életérzést, amit képviselnek. Külön büszkék a Savaria karneválon és a balatonfüredi romantikus reformkoron való részvételre. A gyerekektől kezdve a felnőttekig mindenki kíváncsian érdeklődik, és kíváncsi arra, hogy tulajdonképpen felfelé kiabálnak, hogy jé, nagypapának a kerékpárja, ilyen volt a padláson, jaj, de jó mész ki, nekünk is van egy ilyen, fogadunk el kerékpárt, mert szívesen hozzuk, ízléthető, stb. Tehát óriási élmény ez, nem a szemlélő, hanem a mi oldalunkról nézve egy ilyen rendezvényen való részvétel. A coxosok minden szezonjukat egy újdonsággal és meglepetéssel zárják. Az idén elkészült a Cox Cruiser, két ifjú, tehetséges taktárs kétkezi munkájának köszönhetően. Volt egy olyan ötletünk, hogy egyedi bringát építsünk, és közben kitaláltuk azt is, hogy úgy tegyük egyedivé, hogy a Coxnak több a logója, a feliratok azért legyen rajta kerékpáron. Nyilván, mint a régi kerékpároknál, ugye itt a fejcsőnél is például ez a nyaktábla, ez a régi kerékpároknak az ismertetőjegye. Az említetteken kívül számos egyedi tulajdonsága van a Cox Cruisernek. A küllök számától kezdve a feliratos markolaton keresztül a külföldről beszerzett nyeregig. Jövőre pedig egy igazi hiánypótló programmal készül a csapat. A neve talán sokat sejtett, Retro Tour de Zala, tehát a retro az annyit akar, hogy elképzelésénk szerint legalább 30 éves, vagy annál öregebb kerékpárral lehet indulni. A Tour de Zala, az pedig Zala megye, illetve konkrétan Nagykanizsa és a Nagykanizsa környéki dombokat jelenti. A régi időket felelevenítő bringás túráról a Cox közösségi oldalán és a januártól induló honlapjukon lehet tájékozódni.